Békesség néktek! A 2021-es év utolsó videó üzenetét a János Evangélium a harmadik fejezetének a 18. versével kezdem. Aki hisz, ő benne el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mert nem hit az Isten egyszülött fiának nevében. Egy olyan helyen állok most itt, ahol egy szerves trágya kupac, öngyulladás által kigyulladt, és elkezdett füstölni, és itt hatalmas lángokkal égett még pár nappal ezelőtt, és az egész környéket belengte a füst, Tegnap láttam, hogy a tűzoltók jöttek, és nem tudtak más tenni, teljesen megszüntetni nem lehetett, csak szétdúrták ez, ezt a hatalmas kupacstrágyát. Itt még van egy másik, ami nem füstöl, nem gyullad be, az még egészbe van, ez is hasonló módon nézett ki, de mivel nem tehettek mást a tűzoltók, ezért csak szétszórták, hogy jobban tudjon hűlni, ugyanakkor ezt a tüzet nem tudták elfolytani. Egészen hasonló volt a helyzet, a Hinnon völgyében, amely héberül G. Hinnon, azaz Gehenna az Úr Jézusnak az életében is. Abban az időben Jeruzsálemnek, a fővárosnak a szemetét ledobták ebbe a nagyon mély gödörbe, a Hinnon völgybe, felgyűlt ez a szerves hulladék, ez a szerves domb, és öngyuladás által elkezdett égni, elkezdett füstölni, elkezdett kólytolni. Beledobtak ebbe a szemétbe mindent az ottani emberek. Néha még olyat is olvastam, hogy a kivégzés által megölt elítélteknek a holtestét is rávetették erre a Gyehennára, a pokolra, hogy ott lassan majd elégjen és ilyen méltatlan módon becstelenítsék meg annak a bűnözőnek a testét és az emlékét. Az Úr Jézus nagyon sokat beszél a pokorról, és amikor beszél, akkor a gyehennához hasonlítja azt, mert azt minden zsidó ember a környéken is, de Jeruzsálemben különösen is értette, hogy mit jelent a gyehennára kerülni, hogy azt a tüzet nem lehet csak úgy egykönnyen eloltani, az örökké fog égni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha nem hiszel a én bennem, akkor te bekerülsz a lelki gyehennába, és onnan senki nem fog téged kihozni. Sőt, nem csak azt mondja az Úr Jézus, hogy ha nem hiszel, akkor oda fogsz kerülni, hanem azt mondja, hogy ha nem hiszel, akkor te már ott vagy. Aki nem hisz, immár elkárhozott. Hú, de rémületes, hát hogy lehet onnan kikerülni, ha én már elkárhoztam, ki fog engem kiszabadítani a kárhozatból? Hála legyen az Istennek, aki karácsonykor azért küldte el az Úr Jézust, aki új évkor azért akar újat kezdeni, mert eljött a szemétből guberálni eljött, hogy megkeresse a halottakat, az embereknek a halott lelkét, akik a pokolban vannak a hitetlenség miatt, eljött Jézus, hogy téged kiguberáljon a szemétből. Dicsőség legyen neki. Ezért született meg. Ezért halt meg a kereszten. Ezért támad fel. Ezért ment fel a mennybe. Ezért küldte el az ő drága szellemét. Ezért akar új évkor veled újat kezdeni, hogy kiguberáljon téged, kimentsen téged ebből a pokolból, és megajándékozzon új és örök élettel dicsőség legyen Istennek, ezért a csodálatos életet teremtő szándékáért. Amen.